több százezer forintos kárt okoztak. Az egyik gyerek már elmúlt 14 éves, így ő büntethető, a többiek nem. A rendőrség vetett véget egy csapat bakonyszentlászlói gyerek nyári szórakozásának. A szünidőben unatkozó gyerekek ugyanis autókat rongáltak meg egy kirándulóhelyen. Vinyemajor és környéke az egyik legnépszerűbb kirándulóhely a Bakonyban. Mielatt a turisták az erdőt járták, addig a gyerekbanda tagjai az itt parkoló autókról letörték és lefeszegették az emblémákat. A gyerekek nem válogattak a márkák között. Összesen 28 emblémát gyűjtöttek össze 12 különböző autótípusról. A márkajelzéseket azután egymás között cserélgették. Az okozott kár összesen eléri a 170 ezer forintot. A lopási kár az jelentősen kevesebb, mint a rongálási kár, hiszen... Lopás miatt 6 fiatal ellen indított eljárást. Közülük 5-en nem büntethetők, mivel még gyerekkorúak. Egyikük azonban már elmúlt 14 éves, így ő már felelősségre vonható. 25 autó és egy nyúl száguldozott a pályán a Forma 1-es Magyar Nagydíj szabad edzésén. A versenyzők közül többen ki is csúsztak, a bátor négylábú viszont sérülés nélkül úszta meg az esetet. A leggyorsabbnak egyébként Michael Schumacher, illetve Kimi Räikkönen bizonyult. Az első szabad edzés nem sikerült túl jól Baumgartner Zsolt számára, mert a Minardival technikai gondok akadtak, de Zsolt legalább nem csúszott ki, nem úgy, mint Christian Klien, a Jaguar osztrák pilótája a mogyoródi kavicságyban kötött ki autójával. Hibázott Juan Pablo Montoya is, a kolumbiai pilóta is kicsúszott az új orrrésszel ellátott Williams BMW-vel. A szabad edzés legizgalmasabb momentumát egy nyúl produkálta, a vállalkozó szellemű állat megpróbálta felvenni a versenyt a száguldozó Forma 1-es autókkal, a nyúl szerencsére megúszta a kalandot. A 19. Forma 1-es nagydíjat vasárnap élőben láthatják majd az RTL klubon, és természetesen a holnapi időmérő edzést is, a közvetítésünk délután 1 óra 40 perckor kezdődik majd. Szújó Zoltán, RTL klub, Hungaroring. Másfél milliárd dollárt, azaz 315 milliárd forintnak megfelelő összeget A több száz tekintélyes méretű csoda között diszkréten rikítva bújt meg ez az első ránézésre normálisnak tűnő autó. Ez a csillogó-villogó jármű Magyarország egyetlen működő, úgynevezett lowridere, vagyis táncoló autója. Ezzel a kapcsoló táblával lehet játszani, mivel az ember leengedi különböző pózokba az elejét, a hátulját, lehet működtetni az autóra, minden oldalra, különböző oldalmozgásokat képes csinálni. Két oldalát tudok dolgozni. Az első lowridereket az Amerikában élő latinok építették évtizedekkel ezelőtt. Akkoriban ugyanis törvényben korlátozták, mennyire lehet leültetni az autót. Ezzel a szerkezettel azonban állíthatóvá vált a kocsi magassága, így amikor rendőrt láttak, egy gomnyomással megemelték a járgányt. A nap egyik leglátványosabb attrakciója a hagyományos gumifüstölés volt. Igaz, a közönség inkább érezte, mint látta, hogyan válnak semmivé pillanatok alatt az abroncsok. Szépen alkatrészt nem lehet hozzá kapni, rengeteg benzint megzabál, és képtelenség vele parkolni. És ezért, ezt nem lehet elmondani, ezért, meghallod, beleülsz, megérzed, ennyi. És íme a nemrég megmutatott óriás, melynek paraméterei köszönő viszonyban sincsenek a Kressz előírásaival. Itt azonban kitombolhatja magát az amúgy kezes jószág, mind a 130 ló erejét beleadva. Ez csak játék. Jónak miért jó? Jó. Végül is mindenre lehet használni, amire akarod. Ez csak játék. Például? Pár percen belül meg fogod látni, hogy mire jó. Az előkészületekből a járatosabbak már sejthették, hogy mire számíthatnak. Szerencsére a két áldozat nem gondolkozott ilyesmit. A pusztító radiálok derék munkát végeztek. Néhány néző azonban úgy tűnik elégedetlen volt az eredménnyel, és lelkes hullagyalázásba kezdett. Igen, most értettél meg! A két roncs kivételével végül mindenki elégedett volt a háromnapos fiesztával. A legboldogabbak azonban minden bizonnyal a környékbeli benzinkutasok voltak.